Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb futball témájú videóban. Ferencváros, Dinamo, Kiev 2-2. Na most ez egy olyan eredmény, amit az első fél idő játék alapján azért nem sokan mondtunk volna. Az első fél azt láttuk, hogy teljesen, hát most szépen megfogalmazva összeszartok magunkat a Dinamo kiev -től. Fölösleges volt. Igaz, hogy maga a mérkőzés az, az a igazán, az utolsó 6-7 percben pörgött be, ugye, miután, ki, miután kiállították a, a, a Dynamo Kievnek a játékosát. De ez egy kiváló eredmény, és pontot szereztünk a bajnokok ligájában. Hát, ugye, annyiban lehet hiányérzetünk, hogy nagyon sokan azt gondolták, köztük én is, hogy a Dynamo Kiev hazai pályán verhető. Az első félidő Miatt nem jött ez össze. Tehát, hogyha akkor jobban koncentrálunk és koncentrálunk, de ugyanakkor felszabadultabban játszunk, akkor, akkor simán hozhattuk volna a meccset. De ettől függetlenül összességében hiányérzetünk nem lehet, maximum tényleg az első félidő miatt. Jövő héten a Juventus ellen fogunk majd játszani itt, hazai pályán, de akkor már nem a Grupa Marénából, hanem a Puskás Arénából kb. 20 ezer néző előtt fog játszani majd a Fradi. Hát azon a meccsen nyilván kevesebb esélyünk van, mint, mint ezen a mérkőzésen volt, de reménykedjünk abban, hogy a Fradi ugyanolyan felszabadultan fog játszani, mint ahogyan azt a második fél időben tette. Tényleg le a, a srácok előtt, igen, kellett egy kiállítás ahhoz, hogy, hogy összekapjuk magunkat, egyszerűen megráztuk magunkat a másik fél időre is, és jó játszottunk tök meg, a gólyán nevetek most egyébként, mert uh, uh, nagyon szép volt. Higgadtan, szépen beverte. A másik gól az meg hát uh, egy kavarodás után, ami, ami, annyi, annyiszor előfordult már a Fradival is az elmúlt években, hogy egy kavarodás után kap gólt, most végre nekünk jött össze, örüljünk neki. Úgyhogy nagyjából ennyit tudok a mérkőzésre elmondani. Nagyon köszönöm azoknak, akik a live itt voltak, és velem együtt érték át ezt a mérkőzést. Örüljünk ennek a, örüljünk ennek a kettő-kettőnek, mert megint azt láthattuk, hogy a Fradi jól játszott, főleg a másik. Hát inkább a, csak is kizárólag a másik fél időben. az első fél időt azt felejtsük el tanultunk abból a hibánkból valószínűleg, és a következő PL meccsen a Juventus ellen. Ugyanúgy, ahogyan a Barcelona ellen ugye úgy futottak pályára a srácok, hogy nincs veszíteni valójuk. Itt vannak a világ egyik legjobb csapat ellen játszanak. Juventus ellen ugyanez lesz, tehát top csapat ellen fogunk játszani. Hazai pályán bele kell adni mindent, és reménykedjünk abban, hogy olyan eredmény születik, ami számunkra megfelelő. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, esetleg kommentben vélemények a mérkőzésről, Várom szeretettel, sziasztok!